Ország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. A Sajtóklub ezúttal a Tisza partjára, Szolnokra látogatott el, hogy önökkel együtt vitassuk meg hazánk és a nagyvilág híreit. Bajer Zsoltot és országjáró csapatát az Aba Novák Kulturális Központ látta vendégül. Tiszteletem! Szép jó estét kívánok kedves mindnyájuknak. Köszönjük szépen, hogy itt vannak. Örülünk, hogy mi is itt lehetünk. Nem volt egyszerű. Nem tudom, mostanában autóztak-e. Izgalmas. Mondjuk én soha nem kések el sehonnan. Én ma is itt voltam már 5-kor. A bencsikékre kellett ma várni. Csak hogy világos legyen. Tisztelt hölgyek, urak! Gondolom, senkit nem fogok meglepni, hogyha rögtön belevágunk a sűrűjébe és a nehezébe, és azzal a kérdéskörrel indítjuk ezt a mai estét, hogy mi történt vasárnap Hódmezővásárhelyen? Baj-e, avagy tragédia? Mert azt tudni kell, azt jó tudni pontosan, hogy baj történt-e, vagy tragédia. A vonatkozó viccet is elmondom, hogy mennyire fontos tudni, hogy baj történt-e, vagy tragédia. Nem tudom, ismerik-e, még a legsötétebb Ceausescu időkben román rendőr érkezik Csíkkarc falvára, és ez olyan becsületes fajta román rendőr, megpróbál megtanulni magyarul, és tanul szorgalmasan. És egyik reggel megállítja Mózsi bácsit, megy szekérrel, azt mondja, Mózsi bátyám, tudja, én vagyok az új román rendőr, tanulom ezt a magik nyelvét, nem könnyű, na. Látja maga, hogy szépen beszélek, de a finomságokat nem értem. Például el tudnám magyarázni, hogy itt a magik nyelvébe, hogy mi a különbség a között, hogy baj, meg tragédia. No, elmondom, figyelj. Én most ugye fölmegyek a hegybe, egész nap vágni fogom a fát, megrakom a szekeret, napszállt, akkor elindulok haza. Ha elvétem a kanyart ott a falu tetején, bébucskázik a szekér a sáncba, a fa kidől, egész napi munkám oda van, az ugye baj, de nem tragédia. Na most, ha esetleg úgy fordul, hogy te meg a kollégád, ugyanott elvétitek a kanyart, s bébucskáztok a sáncba, s nyakatokat szegitek, na az a tragédia. Viszont egyáltalán nem baj. Na, innen lehet tudni, hogy nagyon fontos ez a kérdés. Uraim, baj vagy tragédia? Gábor. Baj. A dolog baj. Először kezdjük azzal, hogy noha a teljes ellenzéki társaság, aminek különböző jelzőit keresi az ember, hogy hogyan is lehetne csoportként megfogalmazni, mondjuk most társaság, nagyon boldog és triumfál. Én nem triumfálnék annyira a helyükben, mert Vásárhelyen az kiderült, hogy a vásárhelyi lakosság, ahogy az ország többsége, 1994-et kivéve, jobboldali. Az az ember, akit megválasztottak, hogy pontosan mi lakik benne, azt én nem tudom. Mái napig nem tudom, mert nem derült ki, hogy valójában kicsoda az ember. Ám azonban keresztény, templomba jár, azt tudjuk. 7 gyereke van, ami önmagában egy tiszteletre méltó, és inkább a jobboldali konzervatív emberekre utaló tulajdonság. Tudjuk, hogy a Jobbik helyi elnöke kérte föl. És amikor a vásárhelyiek nem
pontosan világos okból úgy döntöttek, hogy elfordulnak a Fidesz, a Vásárhelyek egy része elfordul a Fidesz szavazó jelöltjétől, akkor egy másik jobboldali embert kerestek. Ha ott elindult volna Juhász Péter, Gulyás Márton, vagy nem tudom, még a palettából választhatunk, szerintem kb. 8 szavazatot kapott volna. A Fidesznek van 40-valahány százaléka, ami világbajnok eredmény, ezt minden választási ciklusban tudjuk hozni. És ezzel meg lehet nyerni a választást. Az ellenzék összeállt, és az összes többit összeszedte. És föltalálták a spanyol viaszkot, hogy azt mondták, hogy egyetlen egy dolog számít, a Fidesz meg kell verni. Nem számít, hogy Jobbik, nem számít, hogy DK, nincsenek elvek, csak egy dolog van, a zsákmány. És ha ezt a technikát alkalmazzák minden választókörzetben, ez egy komoly kihívás lesz a mi számunkra. Még nem tudjuk, hogy a társadalmat milyen mértékben lehet kondicionálni arra, hogy egy jobbikos szavazó lelkesen szavazol a Gyurcsányékra, abban a reményben, hogy ledöntik a Fideszt, és akkor ugye a zsákmányon majd lehet osztozkodni. De ez, mint eshetőség, benne van a levegőben, amiről nekem az a véleményem, hogy hát nem azt mondom, hogy örülök neki, de időben jött ez a pofon. Túl korán virították ezt a technikát, és ezzel szembe lehet nézni, erről lehet beszélni, erre föl lehet készülni, hogy kérem szépen, egy olyan világ jött el Magyarországon, ahol van egy politikai erő, amelyik továbbra is itt a szeretet összefogás erejében, amelyik a keresztény nemzeti értékrendet tartja elsődlegesnek, és így tovább, Isten, haza, család, és van egy másik tábor, amelyiknek se elve, se gatyája, egyetlen egy dolog érdekli őt, hogy hogyan lehet rátenni a kezét azokra a kincsekre, amiket Magyarországnak neveznek. Geli bácsi. Nem tudom, hogy a Vásárhelyiek mikor fognak gyomorrontást kapni a főztjüktől, de attól tartok, hogy elég hamar. Ugyanis ha megnézzük, hogy mi az a csapat, akit ők Márki-Zay képében polgármesterként megválasztottak, kikáltak e mögött, az ember mögött, hát a politikai élővilág mindenféle élőlénye, mint hogyha bemennénk egy ilyen díszállat kereskedésbe, kizavarnánk onnan az akvaristát, hogy ezt jobban tudjuk, elővennénk egy üres akváriumot, és abba beleraknánk a rákot, a csigát, a moszatot, a törpecápát, a guppit, mindent, és akkor néznénk, Engeri, hogy mi történik. Utána dobnánk a szengeri malacok is, így helyes, és néznénk, hogy mi történik. Na, hát kísérletező kedvükben voltak a Vásárhelyiek, és megpróbálták, de látni kell, hogy nem feltétlenül ők tehetnek róla, ők úgy döntöttek, hogy kipróbálnak valami mást is. Itt eszembe jutna az új nyugati embertípus, aki ha megunja a házasságot, akkor már nem is nőt választ utána, hanem férfit, de most ezt hagyjuk. Kipróbáltak valami újat, ez az új politikai képlet, ez az, amit Zsorzsi bácsi, Soros György, ez az egész külföldi csapat, Brüsszel, és az az óriási média hadsereg, ami mögöttük van, támogat. Ez pedig az, hogy fogjon össze Vona Gábor, Gyurcsány Ferenccel, Szél Bernadett, Karácsony Gergellyel, Juhász Péterrel, és együtt próbálják legyőzni Orbán Viktort. Csak azok az emberek, akik erre szavaztak, nem gondoltak bele, hogy mi jön másnap. És hogyha esetleg április 8-án is erre szavaznak, akkor mi jön április 9-én is. Én abban bízom, hogy a következő, előbb rosszul mondtam, hogy hány nap van hátra, de majd biztosan kisegítenek, bő egy hónapban, sikerül meggyőzni a józanabb csalódott vagy ellenzéki gondolkodású embereket, hogy erre azért ne szavazzanak. Jó-e a kommunikációs stratégiánk, amely gyakorlatilag a migrációra és Sorosra van felfűzve? Ez a kérdés egyik fele. A másik fele ezzel szoros összefüggésben, mert azért beszéljünk erről mindenképpen, hogy jelente valós veszélyt Magyarország számára ma mondjuk az a migrációs elképzelés, ami Brüsszelben teret nyert magának, és ennek a B kérdésnek is van egy C alkérdése, hogy ha jelent, akkor meg lehet ezt valóban értetni a választópolgárok többségével, annak fényében,
hogy valóban amióta van kerítés a déli határon, nem nagyon futnak össze migránsok. Na, ez egy elég szép nagy csomag. Köszönjük akkor elkezdjük innen, Geri bácsi. Van egy olyan felmérés, ami arról szól, hogy itt Magyarországon is hol utasítják el leginkább a migrációt, a bevándorlók, illegális bevándorlók befogadását, és az az érdekes, hogy ott, ahol a legkevésbé fordulnak elő, tehát az olyan tisztes városokban, mint például Szolnok, ami fejlődik, ami, vagy akár Székesfehérvár, amit az Európai Bizottság döntnökei szerint túlságosan fehér és túlságosan keresztény, tehát csupa olyan helyen, ahol egyébként nincsenek migránsok. Mert mi tisztában vagyunk a téttel, hogy mi az, amit meg kell őriznünk, amit meg kell védenünk. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból nincs probléma. A magyar emberek többsége, és nem véletlen, hogy a Fidesz támogatóinál jóval többen mentek el annak idején a népszavazásra, vagy írták alá a nemzeti konzultációt. A magyar emberek többsége tisztában van azzal, hogy nem szeretnénk, ha úgy néznek ki a legtöbb magyar város, mint ahogy most már sajnos Bécs belvárosa kinéz, vagy ahogy Párizs, Brüsszel és a többi kinéz mostanában. Ezzel szerintem nincsen probléma. Azon lehet vitatkozni, hogy a túlságosan leegyszerűsített kommunikáció az szerencsése vagy sem, de ez minket polgárokat nem gátolhat meg abban, hogy egymás között sokat beszélgessünk ezeknek a problémáknak a kifinomult részleteiről. Tehát ez sem gond szerintem. Általában nem is a kommunikációval van a gond, hiszen a Fidesznek az ereje és a népszerűsége nem csökkent az elmúlt 4 évben, szinte egyetlen 10%-ot sem. Amivel probléma van, az az, amiről az előbb beszéltünk, a horror, vagy szörnyeteg, vagy roncskoalíció. Hogy soha nem gondoltuk azt, hogy a szélső jobb és a szélső bal egyszer Magyarországon összeáll. Mert úgy bizony képesek meglepetést okozni. Erre kell felkészülni, és erre kell értelmes választ találni. Gergő, bennem az fogalmazódott meg, hogy lehet, hogy a zombi koalíció is egy használható erre a társaságra, hiszen olyan élő halottak vannak köztük, mint teszem az Gyurcsány Ferenc, akinek tulajdonképpen a természet törvényei szerint tulajdonképpen nem volna szabad létezni, és ehhez képest él és virul. Hétfőn írtam meg, hogy felült a halott. Igen, igen, tulajdonképpen erre célozom. Hódbező vásárhelyen felült, igen, a halott. Erre gondolok. Igen. De egyetértve tanult kollégámmal, én is azt mondom, hogy a végletekig leegyszerűsített sorosodás azt szerintem megunta a társadalom. Ettől még igaz, hogy Soros György egy életveszélyes nemzetközi bűnöző, és egy olyan hálózatot hozott létre, amelyik megrogyasztotta Oroszországot csak a közelmúltban, Grúziát, Ukrajnát a szemünk látára tették tönkre, és benne volt vastagon a kezük, és itt is próbálkoznak nálunk. Tehát azt hiszem, hogy inkább talán a szofisztikáltabb, a részletekre jobban odafigyelő, a tényekre rávilágító kommunikációra lesz a továbbiakban szükség, mert én pár hete azt írtam az egyik vezércikkemben, hogy ez a választás nem arról szól, hogy a Fidesz nyer, vagy az ellenzék különböző erőcsoportja nyer, hanem arról szól, hogy a magyarok élhetik az életüket úgy, ahogy eddig élték. Tehát magyar módra a keresztény erkölcs rendszeren belül a saját törvényeik szerint, vagy ennek vége, és tudomásul kell venniük, hogy a nyakukra zúdítanak olyan embereket, akikkel mi nem akarunk együtt élni. És ez teljesen nyilván, hiszen gondoljanak bele egy másodpercre, de csak egy másodpercre képzeljük el, hogy a Hódmező vásárhelyi példa végigszágult az országon, és az a zombi vagy horror koalíció győz. Hát ennek a koalíciónak a 88%-a másnap kinyitja a határokat. Eleve, már csak azért is, mert a szavazóikat akarják behozni, hiszen rájuk nem nagyon szavaznak egészséges, épelmélyű emberek. Tehát a sorsunk múlik azon, hogy meg tudják-e védeni a szuverenitásunkat. Tehát nem a Fideszre fogunk szavazni, nem csak a Fideszre, Magyarországra április 8-án. Rengeteget gúnyolódott a baloldal, mondjuk baloldalnak ezt a amúgy igen heterogén társaságot a Soros tervről, hogy hol van, mutasd meg, kinyomtatva, ISBN számmal vonalkodva, hol ez a könyv. Meg lehetett volna többször is kérdezni, hogy tessék mondani, hol van a Marx terv? Volt valami, amiben belehalt 100 millió ember,
egy terv, amit végigcsináltak, és amit mi magunk is elszenvedtünk a végét, az se volt kevés. Marx, Engels és Lenin terv. Marx, Engels, Lenin terv. Így van. Nem volt egy ilyen könyv ráírva. Marx terv, Lenin terv. Volt azonban egy eszelős idea, ami kiindult egy nagyon logikus gondolatmenetből, a tőke természete, a értéktöblet, hogyan keletkezik a vagyon, és levezetett belőle egy szörnyű gondolatot, és megpróbálta megvalósítani. A soros terv ugyanilyen, ez a nyitott társadalom fedőnéven futó dolog ugyanez. Bontsuk le a tradíciót, és nyissunk ki minden kaput, és nincs család, csak nincs közösség, nincs tradíció, csak egyén van, akinek a maximális szabadságra kell törekednie. Ez a terv, ez létezik. Ez a terv funkcionál, ez a terv ott működik. Persze nincsen Brüsszelben, nincs az ENSZ főtitkárának asztalán egy brossúra, beledugva kis cédulák. Ámbár lehet, ott hogy van. Ott van. Igen. Könnyen lehet, hogy van valami. Elképzelhető, de a dolog ennél rosszabb, mint hogy egy brossúrát akarnának végigcsinálni. Van egy terv arra, egy eszelős terv arra, hogy bontsuk le a tradíciókat, és helyére állítsuk a pucér egyént, mint önmegvalósítót, aki nemét is megválasztja a 72 féléből valamelyiket, vagy esetleg 73-at kreál magának, hiszen legyen ez is szabadságában. Ez a terv létezik, ez a terv működik, és még kielemezendő, hogy miért van az, hogy Európában egy sávban elhelyezkedő országok, Lengyelországtól Szerbiáig és Bulgáriáig, sok tekintetben Románia is ide tartozik, megpróbál ennek ellenállni. Első volt a magyar kormány, amelyik nagyon határozottan ellenállt, de azt látni, hogy a visegrádi négyek lassan kibővülve Ausztriával teljesen egyetértenek abban, hogy igen, ezt nem fogadjuk el. Ha szabad egyébként itt átvenni, megengedett Zsolt, hogy egyik kollégám írta a napokban, hogy nem, itt már nem összeesküvés elmélet van, hanem összeesküvés gyakorlat. Hát tessék csak megnézni a mobiltelefont, hogy mi a mai legfrissebb hír, ezekben az órákban jön ki minden portálon, ez pedig az, hogy ma vitatta meg az Európai Parlament két szakbizottsága, az az általa nagyon kedvelt LIBE bizottság, meg a külügyi bizottság, az ENSZ migráció ügyi tervét. Tehát ezért mondom egyébként, hogy ott a soros terv az ENSZ-nek az asztalán, és ez egy olyan terv, ami helyesli, bátorítja, újjongva fogadja el, hogy népvándorlás van a világon, milliók és tízmilliók indulnak meg, és ezeket be kell fogadni, és mindenkinek részt kell venni, kerítéseket le kell bontani, és hadd jöjjenek. Erről szól az ENSZ migrációs terve. Természetesen a kis barátaink, a kis kedvenceink az Európai Parlamentben ezt messze menőkig támogatják, és azt az ördögi tervet szőtték, szerencsétlen bulgárokkal benyújtatva maguknak a javaslatot, amit persze támogatnak, hogy még idén, júniusban elfogadják az első lépését ennek a tervezetnek, ami arról szól, itt kiszámoltuk, hogy Magyarországnak 10 000 darab migránst kellene kötelezően befogadni. Mondom, ez nem összeesküvés elmélet, összeesküvés gyakorlat. Ott van ezekben az órákban az összes vezető újságnak az első hírei között. És hát képzeljük el, hogyha ez a szörnyetek koalíció, ez a lámpavas koalíció lépne hatalomra április 9-én, akkor hogyan gátolná meg ezt a törekvést? Hát sehogyan. Egy hónapon belül elfogadnák, hogy hát persze, gyertek, parancsoljatok, kinyitjuk a kapukat. Úgyhogy lehet, hogy avittas már egy picikét sorosozni, de a veszély valós. Nyilván az ellenzéknek, aki ebbe a zsoltba beállt, az az egyetlen érdeke, hogy elterelje erről a figyelmet, és Eliosz botrányról beszéljünk, meg Mészáros Lőrincről beszéljünk, amire egyébként azt mindjárt, hiszem, hogy azt mondjuk, hogy beszéljünk is. Mindjárt fogunk is. Csak a lényegről ne hagyjuk, hogy eltereljék a figyelmünket. Mindjárt fogunk is, csak most már valamit hagy fűzzek én is hozzá. Már vagy másfél éve föltettem a blogomra egy remekbe szabott képet. Lengyel barátaink csinálták. A kép egyik felén egy keresztes, európai keresztes lovag látható teljes fegyverzetben, hatalmas pallossal, amint éppen szembe száll egy szaracén vitézzel. A kép másik felén
egy leírhatatlan kinézetű, ilyen mai szerencsétlen ratyi, rózsaszín szandálba áll, és egy kis táblát tart, hogy Refugees Welcome. És az a címe a képnek, hogy valamit elrontottunk. Igen, valamit elrontottunk. A szaracén vitézzel szembeszálló európai keresztes vitéztől eljutottunk a rózsaszín szandálos ratyig. És azt gondoljuk, nem mi, ők, hogy ez valami csodálatos ívű fejlődés. És azt kéretik mindenkinek végig gondolni, hogy ahogy Gábor nagyon helyesen, oly helyesen megjegyezte, a tökéletes zsákutcába jutott felvilágosodásban és hajdan volt liberalizmusban gyökeredző mai eszme áramlatok ott nyugaton, azt tették a nyugati civilizáció emberével, hogy elvették tőle első körben a vallási identitását, aztán a nemzeti identitását, ezek mind avitt, meghaladandó ügyek, elvették a családi identitását, és igen, helyesen mondta Gábor, most éppen zajlik az utolsó identitás elvétele, a nemi identitásunk elvétele. Nem tudom, feltűnt-e nyugaton már teljesen középkori ócska dolog férfiban és nőben gondolkodni. Az már nincs. 72 féle gender identitás közül lehet válogatni. Belegondoltak már, Kegyedék? Ön belegondolt már, hogy egy muslinca, vagy egy gorilla fent tudna-e maradni, hogyha 72 féle nemi identitása lenne? Nem nagyon, ugye? Nekünk ez van kitalálva. Én például, aki egész életemben a nőket szerettem, eléggé el nem ítélhető módon, a gender tudományok szerint én akkor sem vagyok férfi, én erre már rájöttem. Én egy férfi testbe zárt leszbikus nő vagyok. Hogy világos legyen, hová jutottunk. És erre a vallási, nemzeti, családi és immáron nemi identitásától megfosztott tömegre eresztenek most rá éppen számolatlanul és ellenőrizetlenül egy másik tömeget, amelynek nemzeti identitása megkérdőjelezhetetlen, családi kötődései megkérdőjelezhetetlenek, vallásában bigott, és per pillanat még nem gondolkodik abban, hogy ha kisfiúnak született, akkor kislánye. Ezek jönnek. Az önök fantáziájára bízom, hogyha ez a két tömeg össze van eresztve, akkor melyik fogja főzabálni a másikat. Na. Még ha szabad, ehhez egy adalékot, ha már itt tartunk. Ki ne hagyjuk volna Gábor? Aki milyen ugye, értelemben? Aki ugye, a 72-ből melyik lenne? Igazából egy többszörös átétellel a rózsaszín szandáltól jutottam el ide. Jelesül abban, arra jelenetre gondolok, amikor megszólalt a műezin hangja egy sajtótájékoztatón, és volna Gábor lefagyott. Ugyanis ez idevág, mert szó szerint lefagyott, nem tudta, hogy hogyan reagáljon, fülelt, hallotta, és nem tudta, hogy hogyan reagáljon, valami pörgött az agyában, és én ezt úgy fejtettem meg, hogy van egy, a haditechnikában egy ilyen kifejezés, hogy barát-ellenség azonosító rendszer. Tehát repül a repülő vagy a rakéta, jön egy másik repülő vagy rakéta, van benne egy olyan rendszer, amelyik eldönti, hogy ez barát vagy ellenség, mégpedig nagyon gyorsan, mert ha barát, akkor semmi gond, sejhaj, repülök tovább, ha ellenség, akkor viszont puff, neki kell menni és föl kell robbantani. Ül ott Vona Gábor, és megszólal egy mobiltelefonon a műezin hangja. És Vona Gábor agyán valószínűleg azt szaladt át, hogy ez most a török barátaimtól egy áruhás herceg, akit érdeklem én, hogy milyen jó pofa gyerek vagyok, vagy egy provokáció, tehát barát vagy ellenség. És ezt lehetett látni, tehát gondoljanak bele, ha mondjuk a Zsolt, vagy a Gergő, vagy a Gábor, vagy én, ott ülünk egy sajtót, megszól egy nem azt mondja, ne hülye, hagyja, először is meg kell, legyen szíves, kapcsoljak. Utána azt mondja, hogy fú a fenébe, ez hogy került ide, tehát normálisan reagál, de nem fagyunk le rémülten, ő meg lefagyott, mert ha barát, mert ha egy iráni
iraki vagy török diplomata civilben ül ott, és véletlenül megszólalt a mobilja, akkor másképp kell reagálni, és megint másképp, hogyha ez egy provokáció volt. Vagyis ez a Vona Gábor itt elárulta magát. Ő már tulajdonképpen leszerződött arra az oldalra. Úgyhogy még ha egy mondatot megengedett Zsolca, hogy én azt mondom, marha egyszer dolog. Ha marad az Orbán kormány, akkor a kerítés zárva lesz, és a kapuk zárva lesznek, és csak az jön be, akit beengedünk. Ha nem marad, akkor Isten irgalmazom Magyarországnak. Ez ilyen egyszerű. Egy apró zárójelet, ha szabad, csak egy aprócska. hogy azért ez a gag. Tehát, hogyha most előléptük már ilyen kommunikációs szakemberi és ellenoldali Ron Werberré, és mindenféle tanácsokat osztogatunk, több humor kell a kampányba. Tehát ez a Fidelitásos srác, aki magát hírtévésnek kiadva, miközben az Echo TV-t, a Pesti srácokat, Magyar Időket, mindenkit kihajítottak onnan a Vona évérték, magát hírtévésnek kiadva, begurít az egyik szék alá egy ilyen Bluetooth hangosítót, és azon indítja el mobiltelefonról a műedzint, azt se tudták, hol kell keresni. Na, minden elismerésem neki. Így van. No, de innen indítom én, begurítom a asztalunk alá a következő kört, hogy rendben van. Itt ülünk, önök, mi értjük egymást. De nem fenyegete az a veszély, kérdezem még egyszer, hogy miközben mi ezt jól megbeszéljük, és elmondjuk újra és újra, nem győzöm elégszer hangsúlyozni a valós fenyegetést, eközben az ország egy másik síkján, a szavazók egy másik halmazán, pedig semmi más nem csapódik le, mint Mészáros Lőrinc, korrupció, Tiborcz István, és ezt az egész halmazt mi válasz és reakció nélkül hagyjuk. És hagyjuk, hogy szépen ránk égjen valami, aminek egyébként a 90%-a ótvaros szemenszedett hazugság, de mégis hagyjuk, hogy ránk égjen, nem reagálunk, nem cáfoljuk meg, nem mondjuk el, hogy mi a valós helyzet, hanem beszélünk valamiről, amiről mi tudjuk, hogy az életünk múlik rajta, de van, akik nem tudják, hiszen nem érzékelik. Na, ez hogy lehetne akkor megoldani, Gábor? Hát úgy, hogy el kell kezdeni valóban elmondani a tényeket. Hogy amikor a szocialisták kormányoztak, akkor a szöget a falból eladták. Úgy sikerült 11 ezer milliárd forinttal megnövelni az államadósságot, hogy mellette még körülbelül 3 ezer milliárd forintos úgynevezett PPP beruházást csináltak, tehát hogy a magántőke megépíti az utat, és részletekben fizeti ki az állam. Ez azért kegyetlen dolog, mert az adóbevételek akkor jelentkeznek, hiszen áfa van, a munkásoknak járulékaik vannak, az mind akkor befolyik az államkasszába, viszont egy későbbi kormány idején kell kifizetni a költségeket, ez a 11 ezer milliárdhoz, tehát itt 3 ezeret, további 1500 milliárdot pedig az úgy sikerült összeszedniük a szocialistáknak, hogy eladtak mindent, ami létezik, külföldre, nyugati kézbe. Az Orbán kormány, amit szapulják, hogy nem elég gyorsan csökkenti az államadósságot, minthogyha eddig nem nőtt volna. Többek közt azért nem sem tudta az államadósságot kellő ütem jelenleginél gyorsabban csökkenteni, mert vissza kellett vásárolni a nemzeti vagyont. Ennek a nemzeti vagyonnak egy részét az állam vette meg, egy részét magyar befektetők vették meg, és ez nagyon egyszerű logikája van. Egy külföldi tőkés, nem kell itt semmilyen rossz indulatot föltételni, egy külföldi tőkés, hogyha egy befektet, és valami nem tetszik neki, másnap összecsomagol, kiutalja a pénzét Tajvanra, és tűnik el, és dőlhet össze tőle minden. Muszáj, hogy Magyarországon újra fölépüljön a magyar tulajdon. És ez történik, és ez a magyar tulajdon felelősen épül föl. Nem arról van szó, hogy itt lenyúlják a nagy pénzeket, arról van szó, hogy amit eladtak mindent, vissza kell a tulajdonunkat szerezni.
kapitalizmus választottunk, kapitalistáknál jelentkezik. Hogy hogyan jelentkezik ez, Zsolt elmondta ezt a Tokaj hegyaljai történetet. Majd el is fogom újra, hogy valójában mi történik ezekkel a tulajdon visszaszerzésekkel. András? Tér ki, légy szíves a most csütörtöki Demokratában a Tiborcról szóló riportra. Igen. De még mielőtt kitek, egy plakát, egy virtuális plakátot helyeznék itt el a térben. Ha tehetném, akkor bérelnék ilyen nagy, óriás poszter helyet, és oda fölnagyítanék egy ilyen sárga csekket, amin a villanyszámlát meg a gázszámlát fizetjük be. Azt a részt nagyítanám fel, mindenki látja, de egyikünk se veszi komolyan, pedig komolyan kéne venni. Ahova az van írva, hogy ön a rezsicsökkentés következtében, mit tudom én, 2013 óta ennyi és ennyi pénzt takarított meg. Aki hazamegy otthon megnézni, mindenki megnézheti, ezek nem kis pénzek ám. Tehát mostanra ezek százezres, akik például gázzal fűtenek, azoknak százezres tételre emelkedett föl a megtakarítás. Hatalmas pénzek. Tehát eljött az ideje annak, hogy tényleg valóban, tehát csak kirakni, hogy lássák az emberek, és azt mondja, hogy hú, nekem több, vagy nekem kevesebb, vagy majdnem ugyanennyi. Hogy essen le már le a tantusz, hogy amit a Gábor mondott, igen, hogy miért lehetett ezt megcsinálni, mert az állam visszavásárolta a gázműveket, a vízműveket, vagyis a nagy elosztó rendszereket, amin az életünk múlik, az visszavásárolta a multiktól, és mivel visszavásárolta, az állam nem akar rajtunk nyerészkedni, hát mondjuk volt, aki akart, ugye úgy hívták, hogy Gyurcsány Ferenc, de mostani nem akar, és ezért beéri azzal, hogy a rezsi plusz 0,5%-a működteti. Ettől tudott olcsó lenni. Amit a Zsolt mond, igen, ne térjünk ki. Tiborcz István, Mészáros Lőrinc. Magyarországon, ha tetszik, ha nem, mivel véget ért a kommunizmus, van, az emberek között létrejönnek vagyoni különbségek. Ilyenkor arra kell vigyázni, hogy akik a legszegényebbek, azért azok is emberi életet élhessenek, mert különben hát az a helyzet, hogy az egyik ember költő, az soha nem lesz gazdag, viszont sokan szeretik a verseit. A másik üzletember, ő nagyon gazdag lesz, ha sikeres, ha nem sikeres, akkor megbukik, de esetleg nem tud verset írni. Nem tartom egészséges dolognak a kommunista irigységet és gyűlöletet felkorbácsolni abban a néprétegben, amelyik hát ma nem vállalkozó típus, és alkalmazott, bérből él, esetleg nem eléggé iskolázott, ezért nem elég jó a fizetése, és ezeknek rámutatni, hogy odanéz az a burzsúj, az a kulák, az a vállalkozó, Orbán Viktor veje, és milyen gazdag. Erre az a válasz, az a helyes válasz, hogy igen, nyílt, amit mi megtettünk hétfőn a sajtóklubban, nyíltan el kell mondani, igen, Mészáros Lőrinc egy tehetséges üzletember, aki már akkor milliárdos volt, amikor Orbán Viktor még ellenzékben volt. Azóta magasra emelkedett, engem ért az a megtiszteltetés, hogy két éve csináltam vele egy interjút, nem nagyon szereti a médiát, érthető, ütik-verik, és ő azt is becsületesen elmondta, hogy egy év irány Simicska Lajosnak köszönheti, ő tanította meg, és ő vitte be őt a országos nagyvállalkozói körbe. De tessék mondani, jobb lenne a közérzetünk, hogyha a Strabag és a többi nyugati cég, a francia, osztrák, német cégek építenék a különböző infrastruktúrákat, és vinnék ki a profit, akkor boldogabbak lennénk? Miért fáj nekünk, hogy egy magyar nagyvállalkozó, aki egyébként egy tisztességes magyar ember, gazdag lett? Miért fáj nekünk? Nem vett el tőlünk semmit. Tiborcz István. Ez a fiatal szőke srác már akkor sikeres vállalkozó volt, amikor még nem ismerte Orbán Viktor lányát. Nem ártott meg neki az apóssal való kapcsolat, de nem ettől lett gazdag, hanem attól, hogy ügyes és sikeres üzletember. Mit is csinál? Lámpákat szerel országszerte, infrastruktúrát épít, hőszivattyúkat épít, és így tovább a cégével. Miért is olyan nagy baj az nekünk, hogy ledek világítanak országszerte? Be van határoba, pályázatot írnak ki, van egy összeghatár, nem lehet fölé menni. Ha egy külföldi építeni, ugyanennyiért építeni, vagy többért esetleg, mert megkenni a önkormányzatot. Miért fáj nekünk ez? Nyilvánvalóan azért fáj, mert az ellenzéki média megpróbálja azt elhitetni velünk, hogy
A gazdagság, a jó mód, az lopás. Itt ülnek idősebb emberek is, ugye a hölgyek mind nagyon fiatalok szemlátomás, de az urak között néhányan emlékezhetnek a régi rendszerre. Kérem szépen, ismerjük ezt, minden gazdag tolvaj. Ez volt a Kádár rendszer egyik pillanat. Egyrészt mindenki lop, mert hát olyan volt a világ, hogy legalább az indigos papírt az ember hazavihette a munkahelyéről. Másrészt, akinek van valami, az biztos vagy csaló, vagy tolvaj. De ennek a világnak vége, idestóva, hála jó Istennek, lassan már 30 éve. Meg kell szoknunk, hogy vannak tehetséges, sikeres emberek. Inkább azt kell nézni, hogy ezek a gazdag emberek, a Demján Sándorok, a Csányi Sándorok, és igen, a Mészáros Lőrincek, a gazdagságuk mellett fordítanak-e valamit arra, hogy mondjuk úgy a közösséget gyarapítsák? És az a válasz, hogy igen, nem is kis mértékben, jelentős mértékben járulnak hozzá a dolgokhoz. Nem ülnénk itt, legyünk őszinték, hogyha Mészáros Lőrinc nem lát fantáziát egy nemzeti hírtelevízió finanszírozásában. Nem ülnénk itt. Úgyhogy én nekem ez a válaszom, Zsolt. Geri? Olyan jó lenne, hogyha azok a választópolgárok, akik elhiszik az ilyen Márki Zajféle barbatrükköket, egy picikét hosszabb memóriával lennének megáldva. Például emlékeznének arra, hogy a beruházások 2015 úgy mentek, ahogyan például az M6-os autópálya épült, hogy megépült 100% hitelből, csináltak rá 4 alagutat, amihez külön hegyet is kellett építeni, hogy legyen értelme, és utána visszabérelték ugye a kivitelezőtől, úgy, hogy 5 évente kellett volna kifizetni a teljes autópálya eredeti árát, évtizedeken keresztül, tehát mire a végére érünk, vagy 10-szer kifizettük volna az autópályát. Mellesleg az Orbán kormány egyik első dolga volt, hogy visszavásárolt az autópályát, nem fizettük a hitelt tovább. Vagy például, én innen nézve a Balaton túlvégén szoktam nyaralni Fonyódon, ott 2 nagy beruházás történt az elmúlt évtizedekben. Az egyik az, hogy épült volna az M7-es, hanem Kóka János haverjai építik bizonyos Viadom nevű céggel. Ők állították fel az eddigi rekordot, mert 1 kilométer autópályát nem fejeztek be, senkit nem fizettek ki, ellenben az összes pénzt ellopták és eltűntek. Ezek voltak Kóka haverjai. És mindenki csak nézett, hogy mikor lesz ebből autópálya. Emlékszünk, hogy a horvátok már rég elkészültek a magyar határig, a másik oldalon meg várni kellett még 4-5 évet, amíg újra kifizetik, mint annak idején a sorstalanságot, az 2-szer vagy 3-szor kellett kifizetni a filmet, mert mindig ellopták, és senki nem merte szóvá tenni, hogy bocs, eltűnt a pénz. Mert az nyilván antiszemitizmus lett volna. Zárójel bezárva. Ehhez képest a másik nagy beruházás ugye a vasútépítés. A gonosz Mészáros Lőrinc építi a vasutat, és megjelenik az óriási gép, amit én csak ámulva néztem, 2 nap alatt megépítette Fonyódtól Balatonfenyvesig a pályát. Július 1-től kellett járni a vonatoknak, július 1-től jártak a vonatok. Elkészült, működik, jó, és ráadásul a szemét közbeszerzésen választották ki, ahol egyébként jelentkeztek azok a nagy nyugati konzorciumok is, akik ilyet szoktak építeni, csak drágább ajánlatot adtak, aztán inkább összeálltak a magyarokkal, és jól megcsinálták. Akkor melyik modell a jobb? Csak tényleg elfelejtjük már, hogy melyik. No, eszembe jut néhány dolog, de mondtam már, hogy ismétlés a tudás anyja, úgyhogy akit nézte a sajtóklubot, az most legfeljebb unatkozni fog, de azért hagyd mondjam el még egyszer, hogy igen, itt tanult kollégáim már számosan utaltak rá. Az elődeink filozófiája az volt, hogy minden közbeszerzést nyerjen meg egy külföldi multicég, az fizesse meg zsebbe ennek a nyerésnek az árát. Emlékeznek, még volt egy Szabad Demokraták Szövetsége nevű párt, akinek az volt a gúny neve, hogy Strabag Demokraták Szövetsége. Nem tudom, feltűnt-e önöknek. Volt egy időszak ebben az országban, amikor mindent a Strabag épített, és ez senkit nem zavart. Most meg többnyire magyar vállalkozók nyernek el ilyen típusú közbeszerzéseket. Tegnap is elmondtam, önöknek is elmondom, és bátran mondják el a munkásőrnek a szomszédba, hát ha megérti, hogy milyen furcsa a világ, nem? Ha Franciaországban kiírnak mondjuk egy közbeszerzést arra,
hogy a francia rendőrség gépkocsi parkját le kell cserélni, nem fogják elhinni, de biztos, hogy a Citroën, a Renault vagy a Peugeot fogja megnyerni. Véletlenül sem az Opel. Ha Olaszországba írják ki a közbeszerzést ugyanerre, most írják ki a kéménybe, a Fiat fogja megnyerni. Viszont ha a németeknél, akkor meg a Volkswagen. Viszont az említett országokban nincs olyan ellenzék, és nincs olyan média, amelyik elkezdene azon hisztizni, hogy a francia rendőrség miért Peugeot-val jár, az olasz miért Fiat-tal, és a német miért Volkswagen-nel. Ugye ez egy viszonylag egyszerű példa. A másik példám, tegnap is elmondtam, megismétlem, adják tovább a munkásőrnek. Bodrog keresztúron volt szerencsém járni, szombaton. Szép nagy kampányrendezvény volt. Délután 2 a faluházban nyílt kampányfórum. Bejött vagy több mint 300 ember. Szombat 14 órakor rettenetes zegernye mínusz hidegekbe. Én voltam a legjobban megdöbbenve. És a helyi Jobbik az készült rám, tudták, hogy jövök. Valamiért annyira nem szeretnek, és már egy héttel érkezésem előtt ilyen levélkékkel bombázták a lakosságot Facebookon keresztül, hogy jön a Bayer sorosozni, és persze nem fog beszélni erről, erről és erről. És egyebek mellett ott felsorolták a bűneink között, hogy én biztos nem fogok arról beszélni, hogy már az Andrássy szőlőbirtok is kúria is, a Mészáros Lőrincé. És egyszer csak jöttek hozzám helyi kicsike szőlőtermelők, meg borosgazdák, és elmondták a következőt. Igen, a hír igaz. Az Andrássy szőlőbirtok és kúria tényleg a Mészáros Lőrincé. És mit ad Isten, a Mészáros Lőrinc előtt a franciáké volt. Akik csináltak 1,5 milliárd forint adósságot, csődbe vitték az egészet, a WC-papír gurigát is ellopták a klozetból, majd hazamentek. Jött Mészáros Lőrinc, konszolidálta, kifizette az adósságot, azóta működteti. És a helyi szőlőtermelő, aki addig 80 forintot kapott egy kiló szőlőjér, most 140-et kap. Most akkor valaki álljon már föl, ha jött munkásőr ma. Akkor mi a baj a Mészáros Lőrinccel? Az, hogy nem a munkásőré vagy a franciái, aki mindent ellopott belőle és csődbe vitte? Vagy mi a probléma? De még egyszer mondom, amúgy meg mi vagyunk a hülyék, mert ezt nem mondjuk el, hanem hagyjuk ráégni a pofánkra, mintha nekünk lenne szégyenkezni valónk. Pedig nincsen. Amúgy pedig itt a sok közbeszerzés kapcsán, ha már székely viccel kezdtem, hagyd mondjam el a másik kedvencemet is, ami rávilágít egy bizonyos gondolkodásmódra és működési mechanizmusra, ami az elődeinket jellemezte mondjuk közbeszerzések terén. Ez így szól, áron rettenetes pénzzavarba kerül, muszáj pénzt szerezzem, akárhogy hányja veti, nincs más megoldás, elmegy Kónhoz és elmondja, hogy szüksége van 2 pengőre, mert különben nagyon nagy baj, az élete múlik ezen. Kón kicsit gondolkodik, ismeri Áront régről, megbízható, rendes ember, azt mondja, Áron, segítek. Adok most 2 pengőt, itt hagyod zálogba a kis fejszédet, és majd tavasszal visszaadsz 4 pengőt, ez jó lesz így? Áron kicsit húzza a fogát, de nincs mit te, jó lesz. Megkapja a 2 pengőt, ott hagyja a kis fejszét, indul haza, Kón utána azt mondja, Áron, gyere vissza, figyelj. Tudod, hogy én értek ezekhez az ügyekhez. Én megnéztem a hosszú távú meteorológiai előrejelzést, borzasztó idő lesz. Minden el fog fagyni tavasszal. Itt fogsz állni, termésed semmi, nem fogsz tudni eladni semmit, nem fogod tudni visszaadni a 4 pengőt. Sokkal jobban jársz, ha most visszaadsz 2-t, és majd áldani fogod a nevem, hogy tavasszal már csak 2-t kell visszaadjál.
Áron gondolkodik, ő is olvasta a hosszú távú előrejelzést, tényleg zegernye idő lesz. Visszadja a két pengőt, kis fejsze is ott van, ballag haza és morfondírozik magába, azt mondja, érdekes. Pénzem nincs. Lett két pengő adósságom pluszba, oda a kis fejszém, és mégis minden stimmel. Na, a mégis minden stimmel, ez volt a jelszó a szoci-lipsi kormányok idején, miközben a WC papír gurigát is ellopták, még a saját klotyónkból is. Végére jártunk a hivatalos műsoridőnknek, úgyhogy a tévénézőktől ezúttal elköszönök. Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet. A Sajtóklub országjárás következő állomása a Zalai Dombság fővárosa Zalaegerszeg. A helyszíni felvételre jelentkezni a www.ekoklub.hu oldalon lehet.